Mintegy 100 gyermek és szülő érdeklődött a Bólyai iskola iránt. Az intézmény ma délelőtt tartotta meg nyílt napját. Az ide érkező diákok több szempontot is figyelembe vesznek az iskola kiválasztása előtt. Közel lakom hozzá, és már ismerőseim jártak ide. Az informatika miatt nemrég volt, amit egy ilyen informatikai ilyen gyakorláson úgymond, és hát érdekel az informatika. A szülők is mindent átgondolnak a megfelelő középiskola kiválasztása előtt. A legnagyobb fejtörést sokszor az okozza, hogy gyermekük gimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakmunkásképzőben folytassa tanulmányait. Szeretnénk azt, hogy legyen azért egy érettség is, és egy szakma a kezébe utána a gyermeknek. A mosonmagyaróvári édesanya ezért érdeklődik a Bólyai iskola iránt. A szakképzés ugyanis nem változik a középiskolában, az intézmény neve azonban módosul. Hamarosan szakgimnáziumként működik tovább a Bólyai. Mi azt jelenti, hogy 4 év alapképzés után kapnak egy érettséget a gyerekek, illetve egy szakmai alaptantárgyból kell majd vizsgát tenniük, érettségi vizsgát tenniük. Ez már egy munkahelyre elegendő lehetne, de mi azt javasoljuk majd nyilván 4 év múlva, hogy plusz egy évet maradjanak itt, és akkor kapják meg igazából azt a szakmát, amit ők választanak, hiszen informatikából mondjuk gazdasági informatikus vagy informatikai rendszergazdából lehet választani. A más iskolából érkező diákok bemutató órákon keresztül nyerhettek bepillantást a Bólyai iskola képzésébe, így az ügyviteli lehetőségek mellett megismerkedhettek a kereskedelmi szakkal. A gazdasági környezet, az akár egy ország vagy egy országrész gazdasági hátterét jelenti, tehát hogy milyen a jólét. Bemutató órát tartottak a közgazdaságtan tanulók is. Nagyon sok minden befolyásolja a szolgáltatások nyújtásának a minőségét, az összetételét, és ezért mondjuk azt, hogy nem homogének. Az informatikai teremben pedig néhány gyakorlati érdekességet is megtudhattak a fiatalok, például azt, hogyan kell UTP kábelt kötni. Az animáció és a grafika érdekel, és azért érdekel, mert eleve szeretek rajzolni, viszont gépekkel digitalizáló tábla meg ezekkel is szimpatikusabb, főleg, hogy teljesen más a kettő, amikor lapra és gépre rajzolunk, és úgy gondolom, hogy ez jó lenne megtanulni a gépek ismeretét. A Bólyai iskolában érettségiző diákok később rendszergazdaként, gazdasági informatikusként, logisztikai ügyintézőként, irodai asszisztensként, illetve pénzügyi számviteli ügyintézőként helyezkedhetnek el.